jubileum fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Híd Egyesület. Időközi választás, sajtótájékoztatót tartott a Jobbik és az MSZP is. Mentők napja, szabadtéri bemutatóval és játékokkal mutatták meg a munkájukat a dunaújvárosi mentők. Köszöntöm nézőinket, Önök a Dunaújváros TV híradóját látják. Jubileumi születésnap, fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Híd Egyesület. Ebből az alkalomból a szervezet ünnepi közgyűlést tartott a Városházán. A rendezvényen több kitüntetést is átadtak. A Híd Dunaújváros és környéke Egyesület megalakulásától eltelt kereken 20 esztendő. Rauf Pál, a Híd Egyesület elnöke nyitotta meg a szervezet 20 éves fennállása alkalmából tartott jubileumi közgyűlést. Mint mondta, a társaság legfontosabb feladata alapításától kezdve az volt, hogy egybegyűjtse a Dunaújvárosért tenni akaró embereket, valamint hogy javítsa a város és a környéken élők életminőségét. Hozzátette, szeretné, ha az Egyesület a jövőben is tovább működne. Ez a 20 év nem múlt el nyomtalanul, ugyanakkor föl kell vázolnunk a következő 20 évet is, illetve meg kell terveznünk, ez a következő hónapok, mondanám, hogy évek feladata, de én mindenképpen reménykedem. Mindenki kicsit üljön le és gondolja át, hogy ez a 20 év mit jelentett a városnak, és adott esetben milyen jövő vár a városhoz, megtartjuk ezt a kapcsolatot. A rendezvényen részt vett Dorkota Lajos is, Dunaújváros, illetve Fejér megye díszpolgára, aki elismerően beszélt a Híd Egyesület munkájáról, hiszen a szervezet ellátta azokat a feladatokat, amelyeket alapításakor kitűzött célként. Szerintem eredményesen dolgozott a szervezet, és ritka az ilyen egy város életében, ahol a szereplők függetlenül a pártállástól, a gazdasági életbe betöltött szerepüktől együtt tudtak dolgozni egy célért, ez a cél pedig a Dunaesi önkormányzat és a térsége fejlesztése volt, és nem az én szerepem lesz ma, hiszen itt van három volt polgármester, egy jelenlegi polgármester, itt vannak a volt és jelenlegi parlamenti képviselők is, tehát ők majd elmondják, hogy mit alkottak itt az elmúlt két évtizedben, de azt hiszem, hogy büszkék lehetünk rá valamennyien. Az ünnepségen beszédet tartott többek közt Almási Zsolt és Kálmán András, Dunaújváros korábbi polgármesterei, dr. András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora, valamint Cserna Gábor jelenlegi polgármester is. A városvezető kiemelte, a városlakók időről időre megmutatják, képesek összefogni és közösen tenni egymásért, a közjóért, ennek egyik példája a Híd Egyesület munkája. Létezik az összefogás. Ezért képesek vagyunk, és legyünk képesek a saját utunkba járni, folytatni a jövőben is. Ehhez pedig a Híd Egyesület egy nagyszerű forma. A köszöntők után díjátadással folytatódott a rendezvény. Híd plakettet vehetett át Stermecki András, Rohonci Sándor, Mészáros Géza, Grabarics Gábor és Galambos Dénes is. Jó leső érzéssel fogadtam, és azt gondolom, hogy ez a 4 éves időszak, amelyet társelnökként az Egyesület vezetésében sikerült részt vennem, és így mondom, hogy megtiszteltetésnek érzem, és nem is találok megfelelő szavakat, mert egy kiválóan jó vezetett, kiváló elnökkel, nagyon jó munkaszervezetvezetővel, ügyvezetővel és egy jó csapattal jó munkát lehetett végezni, és azt hiszem, hogy valamennyi terület, amely az Egyesület fővállalata, ahhoz szívesen adtam a nevemet, illetve a segítségemet. A Híd Egyesületet 1996-ban alapították. A szervezet 20 éves fennállása alatt többek közt olyan projekteknek volt részese, mint a Pentele Híd, az M6-os autópálya megépülése, valamint az egyetemmé válás. Sajtótájékoztatót tartott Sejem József, aki az MSZP színeiben indul a június 5-i önkormányzati választáson. A rendezvényen részt vett Szanyi Tibor, a párt Európa parlamenti képviselője. Sajtótájékoztatón keretén belül az országos politika mellett természetesen a helyi választással kapcsolatos dolgokról, eseményekről, fejleményekről is szeretnénk beszámolót tartani. Sejem József az MSZP képviselőjelöltje nyitotta meg a párt sajtótájékoztatóját. A rendezvényen ismertette, mely feladatokat tekinti kiemelten fontosnak. Ilyen például a hajléktalanok ellátása, a munkanélküliség csökkentése, valamint a segítségnyújtás az embertársainknak. A munkahelyemen keresztül, évtizedeken keresztül szakszereti munkát végeztem, és mindig fontos volt számomra az, hogy másokért próbáljak megtenni, közös ügyekért próbáljak megtenni.
és a szakszervezetből valahol éppen ezért a baloldal irányába vitt az életem, és így kerültem a Szocialista Párthoz, ahol a 90-es évek vége óta folyamatosan ezen dolgozom. A rendezvényen részt vett Szanyi Tibor, az MSZP európai parlamenti képviselője, aki az országos politikai élet eseményeiről beszélt. Kiemelte, tapasztalatai alapján az egészségügy a legfontosabb az emberek számára. Egyértelműen és kizárólagosan az jön le, hogy ugye a beszélgetés második percében már az egészségügy került terítékre. Ez a legnagyobb kérdés. Ez a létező legnagyobb kérdés, ami ma a magyar polgárokat, a magyar embereket, a magyar népet érdekli. Sejem József az MSZP színeiben indul a június 5-i időközi önkormányzati választáson. Bizony benne, hogy ha is amennyire bekerül. Három témával kapcsolatban tartott fórumot a Jobbik helyi szervezete a Munkásművelődési Központban. Ennek témájával kapcsolatban sajtótájékoztatón számoltak be a párt képviselői. A témák között a környezetvédelem, a devizahitelek és a családi otthon teremtési kedvezmény állt. A mai lakossági fórumunk három fő témakört fog érinteni, ami azt hiszem nagyon fontos itt a dunaivárosiak számára is. Pintér Tamás, a Jobbik helyi szervezetének vezetője köszöntötte a párt lakossági fórumának résztvevőit. A rendezvény témáiról sajtótájékoztatón beszéltek a párt tagjai. Barta Endre önkormányzati képviselőjelölt kiemelte, ezek a kérdéskörök jelentik képviselőjelölti programjának alapját. Itt Dunaújvárosban én három éve próbálom a devizahiteleseket menteni végrehajtók, behajtóktól és a bankok karmaiból, illetve mivel egy környezetvédelmi alapítványnál dolgozom, ezért választottuk ma ezt a két fórum témát. Én azt gondolom, hogy a kettő együtt összekapcsolva kiadhatja könnyen a programomnak a fő mottóját, ez pedig a közösségépítés, és erről fog szólni ez a mai fórum. Az eseményen részt vett a Jobbik alelnöke, Z. Kárpát Dániel is, aki a devizahitelkárosultak helyzetének ismertetéséről beszélt. Szerencsére kiváló jelöltársunk már mérhető, és olyan eredményeket tud letenni az asztalra, amely bizony a kormányzó pártok képviselőinek a tárházából hiányzik. A Jobbik szervezete lakossági fórumnak a Munkásművelődési Központ adott otthont. A rendezvényen mintegy 50 ember vett részt. Orosz Csaba tűzoltó alezredes parancsnok tájékoztatása szerint a 2016. május 14-e szombatra tervezett újraélesztési Guinness rekord kísérlet program torlódás, valamint technikai okok miatt ezúttal elmarad. A rekord kísérlet tervét a szervezők nem adták fel, előre láthatóan ősszel valósulhat meg majd a program. A hagyományokhoz híven az idei évben is megrendezték a mentők napját városunkban. Az eseményen a helyi iskolák és óvodák gyermekei vettek részt, akik az újraélesztés elsajátítása mellett érdekes programokon vettek részt. A rendezvény célja megismertetni és közelebb hozni a mentők világát az emberekhez. Az újraélesztés megfelelő technikáját sajátítják el ezek a diákok az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi Mentőállomásán, a már hagyománnyá vált minden évben megrendezett mentők napján, amely a közbiztonsági hónap részeként jött létre városunkban. A rendezvényen a helyi iskolák és óvodák gyermekei is részt vettek, akik egybehangzóan állítják, nélkülözhetetlen ezeknek az embereknek a munkája. Szerintem nagyon fontos a mentők munkája, mivel sok ember élet nekik köszönhetjük, mivel gyorsan kiérnek. Igaz, hogy néha a nagy dugó miatt nem érnek ide, ezért szolgál nekik a sok új mentőautó is, meg az új felszerelések is szükségesek számukra. Életet mentenek. Azt tudom, hogy mindig fontos nekik jönni. Azért fontos nekik jönni, hogy az emberek ne halljanak meg. Az, hogy minden életet fontos, ha meg kell menteni. Reszegi Imre, az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi Mentőállomásának vezetője elmondta, az esemény célja minél közelebb hozni az emberekhez ezt, ahogyan ő fogalmazott, igencsak zárt világot. A cél mindig az, hogy vigyük közelebb egy kicsit az emberekhez a munkánkat. A mentőszolgálat, a mentés, a helyszíni sürgősségi ellátás azért egy zárt világ. Ebbe az ember akkor lát bele, hogyha bajba kerül. Jobb, hogyha ezt megismertetjük az emberekkel, a gyerekekkel, és akkor talán barátságosabban, egy kicsit közelebb kerülünk hozzájuk. Amikor tényleg baj van, akkor már nem lesz ez számukra ennyire idegen.
Az eseményen az érdeklődők megtekinthették a mentőautók belsejét, a kicsik és nagyok számára pedig különleges programokkal szolgáltak, mint például az ugrálóvár, arcfestés és ügyességi játékok. A rendezvény Dunaújváros megyei jogú város önkormányzata, a helyi vállalatok, cégek és a közbiztonságért alapítvány támogatásával jött létre. Magyarországon május 10-e a mentőszolgálat születésnapja, amely Kressz Géza fővárosi kerületorvos nevéhez fűződik, hiszen az ő kezdeményezésére alakult meg az első önkéntes mentőegyesület Budapesten 1887. május 10-én. Innen az ünnep. Mint minden hónapban, így májusban is rengeteg programmal készül a Munkás Művelődési Központ. A jól ismert hétről hétre jelentkező rendezvényei mellett ebben a hónapban két nagyobb családi hétvégével jelentkezik az intézmény, amely a Pünkösthöz és a Gyermeknaphoz kapcsolódik. Május 7-én egy hagyományteremtő szándékkal indítjuk az első Pünkösdi Rózsa gyermeknéptánc találkozót. Ugye Pünkösd van, angolódunk az ünnepre. Kovács Rózsa, a Munkás Művelődési Központ igazgatója az intézmény májusi programjairól beszél. Mint mondta, ebben a hónapban is két nagy családi hétvégét terveznek. Az egyik a Pünkösd, amelyet május 7-én szombaton az első Pünkösdi Rózsa gyermeknéptánc találkozó nevű rendezvényel ünnepelnek. 300-350 néptáncos gyermeket szülött várunk az intézmény udvarára. Elmegyünk a főtérre táncolni, megmutatjuk az ideérkező gyermek, hogy milyen csodálatos főterünk van, mivel a néptánc, tehát a táncház világnapja lesz. Itt tartunk egy táncházat kint a főtéren, körbe táncoljuk a szökőkutat, visszajövünk, Pünkösdre májusfát állítunk, megkeressük a Pünkösdi királyt és a Pünkösdi királynét, egy nagy táncbemutató lesz, és közös vacsorával zárjuk a programot. Ide mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, mert a belépés természetesen mindenki számára díjtalan. Május 21-én szombaton pedig a gyermekeké és a nagymamáké a főszerep, hiszen ezen a hétvégén a nebulókat ünneplik az úgynevezett pagonnyító programban. Egy ingyenes meseszínházi előadás lesz. Ugye lesz a nagyik délutánja először, ahol süti-sütő versenyt hirdetnénk. Ez egy burkolt kisgyereknap lesz, mert természetesen a nagyvárosi gyermeknapon mi nem rendezünk rendezvényt, de burkolt gyermeknapok, tehát a gyerekeknek, családoknak kedveznénk. Tehát délután Süss Nagyi Süss címmel egy süti-sütő versenyt hirdetnénk, tehát minden bátor érdeklődőt nagy szeretettel várnánk, már készülnek a csodás ajándékok minden sütemény sütő nagymama asszony lánynak. Kovács Rózsa hangsúlyozta, a már-már hagyománnyá vált rendezvényeik is látogathatók, mint például a Bódi Gábor Filmklub, Te a délután az Iris vers színpaddal, vagy a Míves emberek vására, de ugyanakkor érdemes az intézmény honlapján a www.mmk.hu oldalon a részletes programokról tájékozódni. A Kisvárda elleni 4-0-ás hazai mérkőzésről is beszél Dobos Barna, a Dunaújváros Pase labdarúgó csapatának vezető edzője az együttes sajtótájékoztatóján. Az MB2-es bajnokság következő játéknapján a dunaújvárosiak a Soroksár gárdájához látogatnak, ahol javíthatják az előző fordulóban elszenvedett vereséget. Ez a gól is egyike volt annak a négy találatnak, amelyet a Dunaújváros Pase labdarúgó csapata a hétvégi bajnoki fordulóban kapott a Kisvárda együttesétől. Dobos Barna tanítványai ezzel simának mondható 4-0-ás vereséget szenvedtek. A vezetőedző elismerte, nehéz időszak ez a klub, illetve a játékosok életében, ugyanakkor bizakodó a jövőt illetően. Ezt a fajta nyomást még úgymond bírnia kell majd a játékosoknak, tehát meg kell szokni, el kell viselni. Tudomásul kell venni, hogy most többet fogunk védekezni, ami egyébként nem ezt szeretnénk, de most ilyen pillanatban ennyi az erőnk. De bízunk benne, hogy egyre több labdabirtoklásunk is lesz, ami természetesen itt most nem napokban mérhető, hanem mondhatjuk azt, hogy ennek a keret esetében ez években lehet látni. A Dunaújváros Pase az MB2-es labdarúgó bajnokság következő fordulójában a Soroksár együtteséhez látogat. Ezt követően május 14-én az Ajka együttesét fogadják hazai pályán Dobos Barna tanítványai.
Dániel. Szombaton több órás napsütésre van kilátás, csak kevés felhő jelenik meg az égen, inkább csak észak-keleten fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar. Az észak-keleti légmozgás élénk marad, 20 fok körül alakulhat a délutáni órák hőmérséklete. Következnek főbb híreink még egyszer, röviden. Jubileum, fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Híd Egyesület. Időközi választás, sajtótájékoztatót tartott a Jobbik és az MSZP is. Mentők napja, szabadtéri bemutatóval és játékokkal mutatták meg a munkájukat a dunaújvárosi városi mentők. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Készült a médiatanács támogatásával.